Sziasztok, itt Wolf Gábor. Most a téma az introvertáltak rendezvényeken. Tehát akkor szeretném, hogyha figyelnél, hogyha te is introvertált vagy. Mindjárt el is mondom, hogy ez mit jelent, mert ez nem mindenkinek egyértelmű. Az első az az, hogy sokkal szívesebben vagy otthon egy könyvvel, az jobban feltölt, mint hogy elmenj egy buliba. És egyébként az egyik legnagyobb örömöd az az, hogy ha hivatalos vagy egy bulira valamilyen társas összejövetelre, és az utolsó pillanatban lemondják, az ilyen hú, vagy ha mégsem mondják le, és elmész, akkor alig várod azt a pillanatot, amikor vége van, és kimész, és beülsz a kocsitba, így rárakod a kormányra a kezedet, és ilyen hú, szóval ha van köztetek ilyen, akkor figyeljetek, mert az introvertáltaknak az egyik legnagyobb ilyen természetes ellensége az a konferencia. És ha hiszitek, ha nem, én is elég introvertált vagyok, és meg kellett azzal küzdenem, hogy én ugye rengeteg konferenciára, rendezvényre járok, szóval meg kellett küzdenem azzal, hogy ezeket hogy tudom kihasználni, hogy tudok nem engedni a félelmeimnek, és kihozni egy ilyen konferenciából a maximumot, amit csak lehet. Még egy pár szót arról, hogy milyen introvertáltnak lenni, mert szerintem azért fontos, hogy magadra ismerj, hogyha ezt nem ismered, akkor lehet, hogy néha úgy érzed, hogy veled valami baj van, mert a többiek minden könnyen ismerkednek, iszonyatosan pörögnek, rengeteg energiájuk van, jól el vannak egy rendezvényen. Hű! Hey, sziasztok! Közben látom, hogy kik csatlakoznak. Ágnes, Júci, Cseri, Júci, sziasztok! Szóval, hogy úgy érezheted, hogy veled valami baj van, pedig nem, egyszerűen csak más vagy. A te idegrendszered, az introvertáltaknak az idegrendszere, az energia konzerváló. Az extrovertáltaknak az idegrendszere az energia felhasználó, energia égető. Ez a nagy különbség köztünk. És aki extrovertált, aki extrovertált, az nagyon könnyen ismerkedik, nagyon könnyen épít kapcsolatokat. Rengeteg ismerőse van, bármi problémával fordulsz hozzá, tuti, hogy van egy ismerőse, aki azon segíteni tud. Egy introvertáltnak sokkal nehezebb ilyen szempontból, nehezebben épít ki kapcsolatokat. Inkább kevés ismerőse van, de azokkal nagyon szoros a kapcsolata. Kevés barátod van, de azokkal iszonyú jól tudsz beszélgetni minden fontos témáról. Szóval másmilyenek vagyunk, és másmilyen erőnk van, másmilyen energiánk. Egy extrovertált, az például szuper jó módon tud nagyon sok vasat tartani a tűzben, nagyon sok mindennel foglalkozni, egyszerre több projekten multitaskingolni. Egy introvertált, az tipikusan az, aki mondjuk a laborban egyedül felfedez valamit. Tehát elvonul, elemez, nagyon koncentráltan odafigyel valamire, és igen, van, aki azt mondja, hogy magára ismert, Dr. Jim Matrac, hello, hello. Szóval az a nagy kérdés, hogy mint introvertált, de jó idő lett, hogy mint introvertált, hogy tudsz boldogulni a világban, és egész pontosan, bejegyek nagyon világosan, egész pontosan mondjuk egy konferenciából hogy tudsz a legtöbbet kihozni. Úgyhogy ígértem nektek egy pár ilyen úgynevezett ilyen megküzdési stratégiát. Az, hogyha elmész egy konferenciára, akkor mit csinálj? Nekem ezek a konferenciák régebben tiszta rémálmok voltak. Tehát elmentem egyre, és emlékszem az első amerikai konferencián, hát teljesen rosszul voltam abban a hatalmas tömegben. Úgy éreztem magamat, hogy nem ismerek senkit, külföldi vagyok, úristen, miről akarok beszélni ezek. Inkább így kimenekültem a mobilommal a szünetekben, és nem volt túl jó. Aztán utána, ugye ahogy egyre több ilyenre elmentem, így meg utána olvastam, felszedtem egy pár jó dolgot, úgyhogy azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5 módszert szeretnék neked elmondani, ami nekem segített, amit itt gyorsan összejegyzeteltem. A legelső az az, hogy legyen egy scripted, legyen egy rövid forgatókönyvet, pár ilyen begyakorolt szöveg, mondat, vagy egy pár szó. Én például azt szoktam csinálni, hogy mondjuk egy ilyen nagy konferencia, amikor korán odaérek, és még ott van egy csomó ember, és mindenki vár,
állnak sorba, hogy beengedjék őket a terembe, vagy csak egyszerűen állunk sorban a regisztrációm. Ott az a scriptem, azt mondom, hogy ott valaki hátul fut, de rendes. Csúcs. Szóval mindig azt mondom, hogy hello, Wolf Gábor vagyok, Magyarországról jöttem, kisvállalati marketinggel foglalkozom, és te mit csinálsz? Ugye erre könnyen válaszolnak az emberek, ez egy script, ezt tudom kívülről, angolul fújom, hogyha felkeltenek az álmomból, és rögtön elkezdesz valakivel beszélni. És én nem szeretem, van ez a small talk, tudod, hát mit szólsz, hogy tetszik, láttad a meccset, milyen az idő, ezzel az őrületbe lehet kergetni, tehát ezt utálom. Én szeretek rögtön komoly dolgokra rákérdezni. Tehát ha valakivel így beszédbe elegyedek, rögtön megkérdezem tőle, hogy hogy szerzel vevőket? Vagy hogyha éppen olyasmivel foglalkozom, akkor arra kérdezek rá. Hogy csinálod a webedet? Házon belül intézed, vagy külsősökkel? Van saját dizájnered? Templéteket veszel, vagy dizájnoltatsz? Vagy hogyha egy tanácsadóval beszélek, mindig kikérdezem, hogy milyen üzleti modellben csinálja a pénzt, tehát hogy fejlődik. Szóval igyekszem rögtön mélyre menni a beszélgetésben, és nem vacakolni az ilyen hello, mit szólsz, milyen az időszak. Kit érdekel, hogy milyen az idő? Jó? Tehát ez az első, hogy legyenek ilyen scriptjeid. Van még egy scriptem, tehát az előadás előtt mindig bemutatkozom, elmondom, hogy mit csinálok, és megkérdezem, hogy te mit csinálsz. Előadás után, meg mindig, amikor kijövünk, rögtön az első ember, akivel így összefutok a folyosón kifelé, megkérdezem, hogy hey, hogy tetszett az előadás, mi volt szerinted a legjobb része? És akkor meg arról beszélünk. Szóval nekem kellenek ezek a kapaszkodók, hogy ne féljek, tehát hogy ne érezzem úgy, hogy egyedül vagyok abban a nagy tömegben. A másik az az, hogy ugye egy introvertáltnak egy introvertált meg egy extrovertált máshogy töltődik fel energiával. Egy extrovertáltnak az az energia, hogy bemegy egy társaságba, és pörög, és dumál, és ismerkedik, és rengeteg emberből így az tölti föl energiával. Minket introvertáltokat az merít le. Tehát nekünk a feltöltődéshez magány kell. Egyedül kell lenni. Ezért vagyok egyébként itt. Nem tudom, hogy melyikőtök ismeri ezt a helyet. A Szabad a Gazda, ez Balatonalmádi. Ide lejöttem, és egy olyan üdülőházban vagyok, egy körülbelül ilyen 100 lakásban, tök egyedül vagyok. Nincs ott senki, és halálosan boldog vagyok, hogy... kicsit szeles. Halálosan boldog vagyok, hogy nyugodtan tudok dolgozni. Tehát nekem ahhoz, hogy feltöltődjek, egyedül kell lennem. Imádom a családomat, imádom a barátaimat, de néha el kell húznom, és egyedül kell, hogy legyek, mert különben kipurcanok, lemerülök, és nem tudok, teljesen ideges leszek, meg feszült. Szóval ugyanúgy egy rendezvényen is kell magadnak találni feltöltődést. Tehát ugyanúgy, hogy a telefonod is lemerül a rendezvény alatt, te is lemerülsz, és fel kell téged tölteni. Én azt szoktam csinálni, három módszerem van, az egyik az az, hogy vagy kimegyek sétálni két előadás között. Tehát, hogyha hosszabb a szünet, akkor kimegyek egy 10 perces sétálok. Az egyik legjobb barátom az a füldugó, a fülhallgató. Tehát fölrakom a fülhallgatomat, akkor senki nem szól hozzám, az olyan, mintha egyedül lennék. Egyébként nem tudom, hogy szoktatok-e plázában dolgozni, arra is isteni, bedugod a füledbe a fülhallgatót, leülsz egy plázába, tömeg van, de te egyedül vagy, és jól tudsz dolgozni tele energiával. A harmadik, az meg, hogyha nagyon extrém, az az, hogy beülök a kocsimba, a parkolóban, és ott egy kicsit pihenek. Ott egy kicsit feltöltődök. Jó? Tehát az első, hogy legyen scripted, a második, hogy legyen egy módszered arra, hogy feltöltöd. Hogy fel kell töltődöd, mert hogyha erre nem figyelsz oda, ki fogsz purcani, és utálni fogod az egészet. A harmadik, azt nevezzük úgy, hogy inbound networking. Tehát elkerülhetetlen, hogy megismerkedj emberekkel, akkor már miért nem csinálod úgy, hogy ezt előre tervezed? Tehát én például nagyon szeretem, hogyha van egy Facebook oldala annak az eseménynek, ahova megyek, akkor előtte ott bemutatkozom, megkérdezek embereket, látom, hogy ott van társalgás, próbálok beszédbe elegyedni másokkal, és akkor amikor már ott vagyok, akkor ismerősökként tudom őket üdvözölni. És azért hogy sokkal könnyebb, sokkal egyszerűbb, mint kvázi hideg hívni, aki ott jön. Ez tök jó, az a szoborpark. Szóval
Ez lehet előre e-mailen, lehet Facebookon, lehet, hogy a különböző csoportokban vagy, de tényleg szerintem a Facebook a legjobb erre. Oké. A negyedik, az egy kicsit veszélyes stratégia, mert kétélű. Az úgy néz ki, hogy jó működik, hogyha van egy segítőd. Nekem tipikusan ugye a Kriszti az, vagy egy kolléga, hogyha eljön egy rendezvényre, akkor nem megyek egyedül, és akkor egy kicsit, akkor nem vagyok annyira beszarva, az egy kicsit úgy jobb. Ennek az előnye az, hogy sokkal lazábban tudok viselkedni az egész konferencián. A hátránya viszont az, hogy ha így belekapaszkodsz a másikba, akkor elmarad a networking. Tehát ilyenkor ezért a legjobb, amit tehetsz, hogy azt kéred a másiktól, hogy figyelj, mutasd be embereknek. Úgyis az van általában, hogy introvertáltak nagyon gyakran párnak vagy kollégának választanak extrovertált embereket. Ugye az, aki az a, számodra az a Superman, akinek olyan képességei vannak, ami neked csak science fiction. Szóval kérd meg, hogy mutasson be embereknek, mert ő akkor tud segíteni, és neked sincs az a veszély, hogy belekapaszkodsz, és a végén senkivel nem ismerkedsz ezt az egész konferencia alatt. Tehát tulajdonképpen ez a négy, az ötödik az az, hogy ha introvertálként vagy egy konferencián, akkor csináld azt, ami neked a legjobban megy. És neked a legjobban az megy, hogy figyelsz, tanulsz, levonsz következtetéseket, észreveszed az összefüggéseket, tanulsz újdonságokat. Tehát koncentrálni tudsz. A te erőd nem igazán a networking, azt is lehet csinálni, és kell is csinálni, de az igazi előnyöd az, hogy bent ülsz az előadásokon, figyelsz, és utána otthon egyedül először, aztán utána a csapattal ezeket megemészted, és megvalósítod. Úgyhogy remélem, hogy tudtam nektek ezzel segíteni. Ennyit szerettem volna elmondani. Ez már régóta a bögyönben volt, mert tudom, hogy egy introvertáltnak óriási ereje az, hogy koncentrálni tud, tanulni tud, figyelni tud, de nagyon nagy félelem számára a tömeg, és ne engedd, hogy a félelmeid visszatartsanak attól, hogy ilyen klassz tudás szerez rendezvényeken, meg klassz kapcsolatokat szerez rendezvényeken. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, sziasztok! Wolf Gábor voltam a Marketing Kommandótól, Wolf Gábor introvertált. Üdvözlök minden társ, lelkitársat, és sziasztok, minden jót!